A szűszártya nem létezik. Legalábbis nem úgy, ahogy eddig gondoltad. Jámbor Eszter vagyok, én csinálom a szexsuli.hu szexismeretterjesztő blogot, a hozzátartozó Instagramot és ezt a YouTube csatornát. Ebben a videóban szűszártya téfitekről lesz szó. Amikor középiskolás koromban elvesztettem a szüzességem, baromi rosszul éreztem magam, mert az akkori pasim megvádolt azzal, hogy biztos nem voltam szűz, mert nem is fájt, nem is véreztem. Aztán sok-sok évvel később botlottam bele két svéd orvostan hallgató videójába, ahol a punci anatómiájáról beszéltek, azon belül is a szűzhártyáról. Az volt a céljuk, hogy minél többen megtudják, hogy a szűzhártya az igazából nem egy hártya, inkább egy elasztikus hajgumihoz hasonlít. Azóta a könyvüket egyébként kiadták magyarul is, a Csoda odalent a címe. Mert ahogy az előbb mondtam, inkább egy elasztikus hajgumira hasonlít, és nagyon sokféle formája lehet. Lehet lyukacsós, hullámos, lebenyes, de semmiképpen sem egy egységes vagina bejáratot eltakaró hártya. Az is lehet, hogy évek óta élsz szexuális életed, de olyan rugalmas a szűzhártyád, hogy még mindig ott van. Az is lehet, hogy még nem éltél szexuális életed, de már nincsen ott úgy a szűzhártyád. Az is lehet, hogy egyáltalán nem vérzel, amikor először szexelsz. Az is lehet, hogy igen. Mindkettő teljesen normális, mindkettő teljesen rendben van. Annyi biztos, hogy ránézésre, a puncidba nézéssel nem lehet megállapítani senkiről, hogy érintetlen avagy sem, de miért is akarnánk ezt megállapítani? Az előbbiek fényében most már láthatjátok, hogy például a szűzhártya visszavarró műtéteknek semmi, de semmi értelme nincs az ég adta világon. Terjesszétek ezt a tudást, olvassátok a szexsuli.hu blogot, gyertek Instagramra is, ott tudtok kommentelni. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, gyertek máskor is!